15 tanulót támogat ösztöndíjjal a felsőfokú tanulmányaik végzése során Magyar Kanizsa önkormányzata. A szerződések aláírására szombat délelőtt került sor, így a hallgatók a 2022-2023-as tanévben havi 12 000 dinárt kapnak. 9 tanuló már a korábbi években is részesült ebben a támogatásban, míg 6 új hallgató most kap először ilyen juttatást az önkormányzattól. Nagyon örülök neki, hogy jelentkeznek a fiatalok ez az ösztöndíjprogramra, mert az azt jelenti, hogy mégiscsak többen gondolkodnak abban, hogy valahol itt a községünk területén telepedjenek le, dolgozzanak és éljenek az egyetemista éveik után. Ebben az évben már 15 hallgatót tud finanszírozni az önkormányzat, ebből 6 új hallgató van, és az idei évtől a 9 500 dináros ösztöndíjat felemeltük 12 000 dinára, ezzel is megpróbálva egy kicsit ösztönözni a fiatalokat arra, hogy igaz, hogy elmennek tanulni Szabadkára, Újvidékre, Beográdba, hiszen sajnos Magyar Kanizsán nincs olyan intézmény, ahol felsőoktatási tanulmányaikat tudnák folytatni, de hogyha ők el is mennek a nagyvárosba, akkor legyen valamilyen visszahúzó erő, valamilyen kötődés a szülő településükre, községükhöz, és az ösztöndíj odaítélése mellett pont a gyakorlati a gyakorlat megvalósítása, hiszen ez nem gyakorlati oktatás, nem az intézményen belül zajlik, hanem nyár folyamán van egy 10 munkanapos gyakorlati rész, amikor vagy intézményekben, tehát állami intézményekben, községi intézményekben, vagy pedig vállalkozóknál, attól függően természetesen, hogy kinek milyen a profilja, az oktatási profilja, kötelesek eltölteni 10 nap gyakorlatot. Ez első hallásra lehet, hogy teherként látszódik, vagy úgy tűnik, mint egy plusz teher az egyetemisták számára, de én úgy gondolom, hogy inkább egy plusz lehetőség, hiszen 4-5 évet eltölteni egy idegen környezetben, nagyvárosban, ahol utána kialakul szépen lassan ott a kapcsolatrendszer és a baráti kör, utána nagyon nehéz visszajönni a régi közösségbe. De hogyha igyekszünk megtartani a kapcsolatot a közösséggel, a vállalkozókkal, az intézményeinkkel, és itt is kialakul ugyanaz a baráti kör, kapcsolatrendszer, ami kialakulhat a nagyvárosban is, akkor már újra eséllyel játszunk abban, hogy amikor befejezi az egyetemi oktatását, akkor ő nem érzi magát elhagyatottnak, nem érzi magát úgy, hogy egy idegen közösségben jön vissza, hanem pont a nyári gyakorlatokon keresztül van egy olyan kötődés, amin keresztül ő már tud telefonszámot fölhívni, tud embereket megkérdezni, tud tájékozódni, tudja, hogy milyen cégek, intézmények, munka lehetőség van egyáltalán a községünk területén, és én bízom benne, hogy pont a nagy munkaerőhiánynak köszönhetően egyrésztől, aki egyetemet fejez, annak majdnem, hogy 100%-osan, biztosan tud munkát kapni, megfelelő munkát kapni a községünk területén, másrésztől pedig bízom abban, hogy a vállalkozók felismerik most már a munkaerőhiány súlyosságát, és valós, elfogadható bérezést tudnak biztosítani ezeknek a fiataloknak, hogy ne gondolkozzanak abban, hogy külföldre menjenek, vagy valahol máshol telepedjenek le, és ott éljék le az életüket. Az eseményen köszönő oklevélben részesültek azon intézmények és cégek, amelyek az ösztöndíjasok kötelező 2 hetes szakmai gyakorlata során együttműködő partnerei voltak az önkormányzatnak. Középiskolában is már gyógyszerészetire jártam Zentára, és akkor nagyon megszerettem ezt a szakot, és már ott eldöntöttem, hogy továbbra is ezzel szeretnék foglalkozni, mint pedig utána a munkát is ezen a területen szeretnék vállalni. Én már első óta ösztöndíjas vagyok, és számomra is egy nagyon nagy segítség, mint pedig szüleim számára is egy segítség, hogy a község anyagilag is támogat bennünket. Az ösztöndíj program keretein belül pedig lehetőségem van minden nyáron 10 napot eltölteni a gyógyszertárba, ami nagyon nagy segítség, és tudom aztán ezt a megszerzett tudást hasznosítani az egyetemen, és a tanulmányaim ezáltal sikeresebbek. Nemrégiben sikeresen zárult az InCircle IPA projekt Magyar Kanizsán, ami a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, valamint a Szegedi Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület közös projektje volt.
A pályázat célja a megváltozott munkaképességű emberek sikeres és hosszú távú munkaerőpiaci jelenléte és feltételének javítása volt. A lezárult projekt kapcsán látogatott el Fejsztámmer Robert magyar kanizsai polgármester a helyi fénybárka napközibe, ahol ismertették a projekt eredményeit. Ez a pályázat az IPA Interreg határon átnyúló Magyarország-Szerbia közös programjának már második köre. Az előző körben Transzia néven egy nagyon sikeres pályázatot zártunk, 2018-tól 2019. április 30-áig tartott a Transzia. Az InCircle, mert hogy röviden csak így nevezzük ezt a pályázatot, ami egyébként belül a körön, sokszínűség és integráció, ez volt a hosszabb elnevezése. 2020. október 1-én kezdődött, és 2022. január 31-éig tartott. Az összköltsége ennek a pályázatnak 148 000 euró volt, míg az Európai Uniós támogatás 126 000 euró. A fő célja ennek a pályázatnak az volt, hogy a megváltozott munkaképességű embereket minél jobban segítse a nyílt munkaerőpiacon a munkába állásra. Ezt a pályázat úgy érte el, hogy különböző előadásokat, fórumokat, üzleti konferenciákat szervezett, illetve megindítottunk egy webshopot, és több kommunikációs vonalat is, amin elérhetők voltak az információk, egyáltalán a megváltozott emberek munkába állításának lehetőségeiről. A pályázatot egyébként sok dicsérettel zártuk. Azt mondják, így kaptuk a megjegyzést, hogy az egyik legjobb ilyen jellegű pályázat volt, ami gyakorlati jelleggel megvalósult, az IPA Interreg Magyarország-Szerbia határon átívelő pályázat sorozatában. A projektbe közel 20 megváltozott munkaképességű személyt tudtak bevonni. Intézményünk 2018 óta második alkalommal vesz részt 16 hónapos terjedelmű határon átívelő IPA projektumban, ahol másodszor is ugyanaz a projektum partnerünk, a Szeged-Szőregi Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület. Idén koratavasszal lezárult a projektum, második felvonása, pontosabban is a második projektum utolsó felvonása, melynek köszönhetően számtalan újítással, innovációval bővült intézményünk nem csak úgy, mint eszközök terén, hanem mint védett műhelyek kialakítása szempontjából is egy teljesen új kezdeményezéssel, ami ugyaneddig már megvolt, de viszont megfelelő hely nem volt rá, ez pedig a horgosi épületünk, a teljes épület alatt elhelyezkedő közel 90 négyzetméteres pincehelyiség gomba termelő üzemmé való átalakítása. A Magyar Kanizsai Önkormányzat is igyekszik támogatni a fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket. Nagyon örülök neki, hogy már hosszú évekre visszamenőleg a mi intézményeink, pontosabban egy intézményünk van, ami önkormányzati alapítású, és több civil szervezetünk, aki ezen a területen dolgozik, de mindannyian már hosszú évekre visszamenőleg sikeresen ellátják a munkájukat. Ez a sikeresség egyrésztből abból áll, hogy maguk az intézményünk vagy a civil szervezetek védencei, azok valóban fejlődést mutatnak, és valóban be tudnak bizonyos szegmenseibe kapcsolódni a társadalmi munkának. Másrésztől látszik, hogy nagyon aktívak az itt dolgozó szakemberek, hiszen sorra nyerik a hazai vagy éppen a nemzetközi pályázatokat, hiszen nemrég zárodott le egy IPA határon túli együttműködésre vonatkozó pályázat Magyarországgal. Előtte volt még egy, tehát már egy második pályázaton is túlestek. Így az önkormányzati költségvetésnek a jó része az főleg a működésre és az intézmény folyamatos és megszakítás nélküli munkájára vonatkozik. Minden egyéb fejlesztés, legyenek azok akár az intézményhez tartozó műhelyek, az intézményhez tartozó olyan terek,
ahol a védencek ki tudnak egy kicsit teljesedni, vagy a védencek egy olyan munkával is tudnak foglalkozni, amit akár a piactat már mind a értékesíteni lehet a piacon, hogy így mondjam, tehát maguk a munkájukat sokkal hasznosabbnak érzik ők is, úgyhogy azokat a fejlesztéseket meg tudják csinálni ezekből a pályázatokból. Önkormányzati szinten ez egyébként azt jelenti, hogy évente több mint 20 millió dinárt költünk ennek a szférának a működtetésére, a civil és az intézményi működéssel összesen, és én bízom benne, hogy továbbra is jól fog működni ez a rendszer, és bízom benne, hogy a szolgáltatásokat még egy kicsit ki tudják szélesíteni, még egy kicsit hozzáférhetőbbé tudják tenni mindenki számára, akinek erre szüksége van, hiszen minden egyes munka, amin keresztül ezek az emberek be tudnak kapcsolódni a társadalomba, vagy egyáltalán láthatóvá válnak a társadalom más rétegei számára, az én úgy gondolom, hogy hasznos. És ez a munka, ami itt zajlik, ez vagy a rendezvényeinken keresztül, kis emléktárgyakon keresztül, vagy vásárokban, akár eladható árucikkeken keresztül, ez látható. Láthatóvá válik mások számára is. Én bízom benne, hogy ez a munka, és ez az önkormányzati együttműködés akár a civil szervezettel, akár a szülőkkel, a támogatókkal hosszú távon is folytatódni fog. Karácsonyi zenék, díszek, illatok. Mindez Magyar Kanizsán a városi téren, ahol péntek délután kezdetét vette a kétnapos adventi vásár a városi téren. A szervezők gazdag és színes programokkal készültek minden korosztály számára, hogy együtt hangolódjon a város apraja és nagyja a közelgő ünnepekre. Az adventi vásárra az általános iskolások egy rendhagyó karácsonyi műsorral készültek, amire sokan voltak kíváncsiak, de emellett kézműves kirakodó vásár is várta a látogatókat, ahol meg annyi karácsonyi kelléket, dísztárgyat lehetett megvásárolni. Főleg ugye karácsonyra készültünk manókkal, újdonság a textil fenyők, angyalkák, inkább ugye most a karácsonyi ünnepek és az adventekre készülünk a dekorációkkal. Változó, de a manó az állandó, és mindig azt kérik. Most az angyalkák egy újabb, amit szívesen vásárolnak az emberek, egy kis kedves apróság, akár ajándéknak, akár pedig otthon díszíteni a lakást. Az ötlet az már magunknak régóta készítünk, és egyszer feltettük az internetre aladásra, és mikor észrevettük, hogy egyre nagyobb az igény, egy 4 éve foglalkozunk ezzel, 5, egyre jobban készítettünk, különböző anyagokat szereztünk be, utána néztünk boltoknak, lehetőségeknek. Manók, főleg manókat készítünk változó, együtt készítjük anyukámmal, 4-5 óra hossza is akár egy manó család, attól függ, ugye változó, mert különböző fázisokat készítünk, tehát nem hozamosan készítünk egy terméket, hanem különböző fázisokban. Változók az elkészítési idők. Próbálunk reálisak lenni, és pénztárca barátok. A manók azok 600 dinártól indulnak a 30 centisek, a nagyobbak pedig 1200 és 2000 körül a 80 centisek. A kis angyalkák, ami most újdonság, az 250 dinár, ilyen kis kedves ajándék, és vannak pedig a csipka angyalkák, azok még 500 dinárok. Nagyon jó a hangulat, a koncert nagyon kellemes, az emberek nagyon kedvesek, nagyon dicsérik a munkákat, nem csak az enyém sorban mindenkit. Jó a hangulat, köszönöm szépen. A vásárt a Mikulás futás koronázta meg, ahol közel 200 gyerek és felnőtt, többen közülük Mikulásnak öltözve tettek egy kört a főutcán. Én nagyon jól érzem magam. El vagyok, ez jól csodálatos. A szervezők igyekeztek minden korosztályt megszólítani programjaikkal, ami sikerült is, hiszen rengeteg ember látogatott ki a térre. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a karácsonyi vásár közel a karácsonyi ünnepekhez már túl későnek bizonyul, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább advent első vagy második vasárnapjára szervezzük ezt a rendezvényt. Annak apropóján, hogy közösen kezdjük meg a hangolódást a karácsonyi ünnepekre, illetve a kiállítóink számára is ugye akár karácsonyi díszekkel tudnak készülni, és minden olyan termékkel, amivel tudnak az ide látogatók is karácsonyra szintén ajándékot vásárolni. A karácsonyi vásár, illetve az adventi vásár keretein belül itt Magyar Kanizsán az az elsődleges cél, hogy a helyi, tehát a kanizsai kézműveseinket invitáljuk kiállításra. A 18 kiállítónk összesen 9 faházban, mind magyar kanizsai.
Azt gondolom, hogy az elmúlt években már megszokták, illetve várják is ezt az adventi vásárt, és körülbelül azért be is tudják határolni, hogy mikor van a rendezvény. Azt kell mondanom, hogy nem nehéz őket most már összeszedni, mert lelkesen jönnek a vásárunkra. Hát legalább egy-két hónappal a rendezvény előtt, annak érdekében, hogy ennyire tartalmas programmal tudjunk készülni a kanizsaiaknak, illetve a vásárra látogatóknak. Úgy tűnik, hogy az általános iskolásaink programja előszeretettel csalogatja ki a szülőket és a nagyszülőket is az ő programjukra, illetve a műsorukra. Mindemellett igyekszünk minél színesebb zenei kínálatot biztosítani a vásárban. Az idei évben például készülünk a gyerekeknek ingyenes télapószánnal, ezen kívül ingyenes arcfestéssel, ami egy újdonságnak számít, fűtött sátor, melegedő is van a vásáron ebben az évben, valamint ugye a jól megszokott karácsonyi kóstoló is megvalósul, ugyanis az idén diós linzert és kekszekecset kínálunk az ide látogatóknak. Megtartották az egy délután arannyal elnevezésű képzőművészeti és irodalmi versenyt az Oromhegyesi Arany János Általános Iskolában. Rajzoltak, szavaltak és csoportos játékos vetélkedőben vehettek részt a diákok. Lékó Balázs Zétény már 5. éve, hogy rendszeresen részt vesz a versenyen, mint mindig most is szavalt. A magyar tanárnőm választotta ezt a verset, én pedig otthon megtanultam. Petőfi Sándortól származik ez a vers. Azért szeretek erre a versenyre járni, mivel sok új emberrel találkozok és sok barátot szerezhetek. A vetélkedőn közel 50 gyermek vett részt, akik Arany János munkásságát mutatták be. Tanulók lelkiismeretesen készülnek ezekre a versenyekre, ugyanígy volt most is. Verseket tanultak, meghatározott Petőfi, illetve Arany János szövegeket memorizáltak, illetve a barátság témában alkottak képzőművészeti alkotásokat. Az intézmény 2015-ben vette fel Arany János nevét, majd a rákövetkező évre már megszervezésre került a vetélkedő. Természetesen az első időszakban csak az iskolánk, Oromhegyes, Tótfalu és Orom vettek részt ezeken a találkozókon. 2018-tól kezdődően bevontuk a községbeli iskolákat is, és azóta ők is tevékeny részesei ennek a vetélkedőnek. Érdekes időszakon vagyunk túl, tehát az első időszakban sportvetélkedőket is tartottunk közben, meg ugye irodalmi vers, akkor volt, amikor a helyesírási vetélkedő is volt a részese a programnak. A vetélkedő megszervezését a Tartományi Oktatási Titkárság támogatta. Ünnepi műsort tartottak vasárnap este a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából Magyar Kanizsán. A 16. alkalommal megszervezésre kerülő Velünk Kerek a Világ rendezvényen több mint 120 községbeli fiatal lépett fel. A Szinkottás zenekar fellépésével nyitották meg a rendezvényt, de ez mellett versek és népi énekek is felcsendültek. Világnapra készülünk, és nem volt olyan nehéz megtanulni, inkább azt mondom, hogy könnyű volt megtanulni. Nekem a gumizás a Szilvia tanítónőnőve, már egy jó hete már benne vagyok, és nagyon tetszik. Voltak ilyen nehéz napok is, megőzi voltak ilyen könnyű napok is, úgyhogy szerintem könnyű volt. Az előadást színesítette a Magyar Kanizsai és a Horgosi Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata, az Ósz Dráma Köre, a napközi felhasználói a mázlisták és az adorjáni népdalénekesek fellépése is. Közel 120 gyermek és fiatal állt színpadra. A műsor összeállításánál figyelembe vesszük, és mindig arra figyelünk, hogy a község iskoláiból a kisegítő tagozatos tanulók részt tudjanak venni a műsorszámainkban, mivel nincs nagyon lehetőség nekik máshol megmutatni magukat, és törekszünk arra, hogy minél inkább inkluzívabb, integratívabb műsort állítsunk össze, ahol átlag gyermekek is fellépnek a műsorainkban. Körülbelül egy 120 gyermek és fiatal áll színpadra. A környező iskolákból, Kanizsa iskolából, Horgos iskolából, a Szolgáltatóközpont napköziének védencei, Ózifi Drámakör csapatából egy fiatal,
Ador Jani Szőke Tisza Néptánc Egyesület énekesei és a napközi szavalói fognak fellépni. A rendezvény szervezői a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, a Szárnyak Alapítvány és az Együtt Veled Értük Egyesület. Céljuk pedig ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élők problémáira. Sokan nem tudják, de valójában a kalendárium szinte minden napjára esik egy világnap, amely szinte kivétel nélkül nemes célt szolgál. Ilyen a december 3-án ünnepelt fogyatékosok világnapja, mely olyan nemes céllal rendeződik meg szerte a világon, sok helyen tudnak már róla természetesen. Próbálják a fogyatékkal élő személyeket, úgymond az én értelmezésemben az árnyékból egy kicsit a napfényre csábítani, vonni és megjelentetni, azért mert egyetlen egy nagy céljának tartom az ünnepséget, ami nem más, mint a fogyatékkal élő személyek olyan mérvű prezentálása, hogy ők is teljes értékű emberek, és ezúton szeretném elhárítani, elutasítani és megmagyarázni azt a tévhitet, hogy ők nem beteg emberek. A fogyatékkal való élés az egy állapot, amely állapotban akár egy átlagember is kerülhet bizonyos szerencsétlenség, kellemetlen történet folyamán. A napközünk felhasználói nagy szeretettel készülnek minden évben a világnapra. Nagy ügybuzgósággal igyekeznek megmutatni minden tudásukat. Kérem a jelenlévőket, hogy szeretettel fogadják ezt a műsort. Nagyon széles az ismeretségi körünk, szerte a községből természetesen, de várunk vendégeket Szent Tamásról, Bács-Feketehegyről, Török-Kanizsáról, Csunkáról, Tisza-Kálmán falváról, de még Újvidékről is. Az eseményre számos településről, többek között Szent Tamásról, Bács-Feketehegyről, Török-Kanizsáról, Újvidékről, Csókáról és Tisza-Kálmán falváról is érkezett vendég. Betetőzés. Mélyén, ahol orgonálja zeng, a Szentlélek kék galambja leng. Ó, Szentlélek Isten, adj erőt, segíts meg a szegény verselőt. Közepén a mennyegzett falát kép borítja el. Feltámadás, mennybe menetel, zengi a fiú diadalát. Legmesszebb az oltár szent csúcsán, fellegek közt látható, őszfehéren ülve trónusán, Isten a mindenható. S azt hiszem, hogy másról ne legyen a háromság neve után szó. Itt, ha zárom jámbor énekem, jó. A 17. színjátszó fesztivált tartották meg a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola szervezésében, és a tartományi tanügyi titkárság segítségével került megszervezésre az esemény. A 17. diák színjátszó fesztivált tartjuk, ugye ez a Horgosi Kárász Karolina Általánosnak már egy hagyományos rendezvénye, tulajdonképpen a tartományi tanügyi titkárság segítségével, tehát az ő támogatásukkal rendezzük meg. Mire alapul ez a fesztivál? Hát a fesztiválnak a lényeg, hogy a gyerekek ugye be tudjanak kapcsolódni ebbe a színházi életbe, meg tudják mutatni magukat, és tulajdonképpen öröm nekik is, meg öröm a közönségnek is, aki látja. Ki készítik fel őket, vagy honnan a színelőadások? Hát fölkészítő tanárok, tehát iskolások ezek mind, tulajdonképpen a Bács-Kossuth-falvai idős Kovács Gyula általános iskolából, a Palicsi Miroszláv Antics általános iskolából, a Tresnyeváci Arany János általános iskolából, akkor a Jovan Jovanovics általános iskola Martonosi kihelyezett tagozata és a Horgosi Kárász Karolina általános iskola és a Móricz Zsigmond kihelyezett tagozatából jöttek, tehát iskolás gyerekek ezek mind. Hogyan kerülnek értékelésre a bemutatott színházi előadások? Meghívtunk 3 zsűritagot, ugye ezek a Szabadkai Színházból jönnek, és akkor ők fogják majd értékelni. Gregus Zalán, Gregus Hermina és Grigit Nikolettát hívtuk meg. Tehát szakmai zsűriként.
Milyen jellegű előadások készülhetnek, vagy most szabadon választott téma van, vagy egy témaköré kell valamilyen előadást építeni? Szabadon választott téma teljesen, úgyhogy vannak színház, tehát amikor a gyerekek ugye akár beszéddel vannak olyanok is, ahol csak a zene szól, van bábelőadás is, tehát teljesen szabadon választott. Milyen előadást készítettetek, mit láthatott a közönség? Mire jó együk a zacskó? Hát ugye lehet trombita sípzizegő, lehet napernyő, ejtőernyő, kapucni és szélzsák. Kinek az ötlete volt az előadás? Hát mivel utolsó pillanatban szólt a tanítóni, ezért tanítónéni, hogy ezt már tudtuk, elő is adtuk, és ezért ez lett. Hogy értékelitek? Jó volt részt venni ebben a játékban? Én nagyon élveztem, és örülök, hogy itt lehettek ezen a színjátszó fesztiválon. Mi volt a legjobb pillanata? Hát mindegyik. Szóval, hogy hát nem tudok olyat kiemelni, ami nagyon jó volt, mert mindegyik nagyon jó volt szerintem. Hogy érezted magad itt így a gyerekek előtt előadva ezt a darabot? Hát nagyon jó éreztem magam, úgy éreztem magam, mintha egy tévében lennék, és sok gyerek néz. Nagyon jó volt. Szeretitek egyáltalán a színházat? Én nagyon szeretek színházba járni, és nagyon szeretem az ottani meséket is megnézni, előadásokat. Nagyon-nagyon szeretem. Mit szeretek benne a legjobban a színelőadásokban? A meglepetéseket, a jó csattanókat a végén? Hát igen, hogy nem tudjuk, hogy mit adnak elő, és akkor ilyen meglepetés lesz az egész. Felkeltette az érdeklődéseteket az, hogy esetleg ti valaha színészek legyetek? Nekem igen, felkeltette az érdeklődésemet. Hát nekem is már. Milyen darabot hoztatok el ide a többi gyereknek? Az öt testvér. Hát, hogy van öt testvér, és hát azokat is próbára tesszük. Azt akkor a vége az, hogy ugye van ugyanúgy öt lány, és akkor az, hogy összeházasodnak. Téged próbára tett ez az előadás? Valahogy igen. Igen. Mi volt benne a legnehezebb megtanulni a szöveget, gondolom? Nem, mert együtt mondtuk az egészet. És kinek az ötlete volt? Hát, talán. Hát arról szólt, hogy volt öt testvér, akik azon veszekedtek, hogy ki a kitartsanak a legtöbbnek, és próbát tettek velük, és a végén kiderült, hogy mindenki ugyanannyit ér. A Völgyesi Bordalány Kft. Ügyvezetője Perpauer Martin a helyi közösséggel összefogva Mikulás napján az összes oromi óvodásnak és iskolásnak Mikulás csomagot vittek el személyesen a helyi közösség tanácselnökével Erdélyi Olivérrel. A falu elnök elmondása szerint az akció nagyon fontos a helyi közösség számára. Szeretnénk volna még inkább közelebb kerülni a lakossághoz, és természetesen a lakosság alatt ugye a legfiatalabb generációtól a legidősebb generációig értem. Nincs kizáró, ugye későbbiek során szeretnénk ugyanígy az idősekhez is eljutni, illetve természetesen a középkorúakhoz is. A helyi közösségnek van-e módja arra, hogy valamilyen módon támogassa ezt az intézményt? Igen, próbálkozunk több olyan opciót keresni, illetve megvalósítani, ahogy tudjuk támogatni, ilyen például a zöld felület karbantartása és egyéb karbantartási munkálatok. A Völgyesi Bordalány Kft. Ügyvezetője ott volt a csomagosztásnál, ismerkedve így is a helyiekkel, óvónőkkel, tanítókkal és természetesen a gyerekekkel. A Bordalány itt helyezkedik el Orom egy néhai dukai tanyán, amit az emberek így jobban ismernek. Maga a terület mintegy 16 hektár ölel fel. Ez egy leendő vámszabad terület lesz, amely a külső Szerbián kívül lévő országokat céloz meg,
illetve Szerbián belül lévő cégeket céloz meg, amely különböző erősítéseket ad a mostani, illetve jövőbeni gazdasági tevékenységekre. Ezek alatt azt értem, hogy olyan benefíciókat tudunk adni cégeknek, amelyek egy gazdasági motort tudnak képezni saját vállalkozásukban. Jelenleg egy céggel dolgozok együtt, amelynek a neve Vuma Kft. Illetve a cég egy olyan stabilizált szennyvíz iszap karbonizáló üzemet fog itt nálunk Völgyesen építeni, amely egy innovatív dolog, illetve a végterméke bioműtrágya, illetve bioműtrágyának hívják. Valószínűleg sok orami embernek fog ez újabb munka lehetőséget teremteni, körülbelül mennyien fognak itt dolgozni, és mikor indul be a valós munka? A valós munka úgy körülbelül májusra már oda tehető, a próbaüzem valamennyivel előbb fog beindulni, már most is mintegy 7 munkás dolgozik nálunk. Jövőben ezt mindenféleképpen növelni szeretnénk lehetőséget adni az oromi, illetve környékbeli embereknek, hogy megmutassák, hogy itt is meg tudják állni a helyüket. Most egy nagyon szép kezdeményezésben vesznek részt. Pontosan mennyi összeget tudtak fordítani arra, hogy az oromi gyerekeket megajándékozzák, és miért tartják ezt fontosnak? Karöltve a helyi közösséggel összesen 50 ezer dinárt tudtunk erre fordítani. Ez sok csomagot jelent, de nem is a csomag és nem is a pénz, én úgy gondolom nem ezek a lényegek, hanem maga az ajándék az, ami nagyon fontos egy gyermek számára, és ezt úgy gondolom nem lehet pénzben kifejezni, minősíteni. Ugye sokszor mondják azt, hogy a gyerekek kíváncsiak, és ezt nagyon fönntartom, támogatni kell őket. Ők a következő generáció, akik be fogják tölteni majd a mi helyünket. Úgy gondolom, hogy ez csak egy része a mostani kezdeményezésünknek. Mindenképp több mindent szeretnénk adni Oromnak, Völgyesnek. Bízok benne, hogy az együttműködés a helyi közösséggel ezt meg fogja majd mutatni. Először a Lilliput óvodában osztottak ki 26 csomagot, ahol Bata Magdolna óvónő mondott köszönetet, illetve a csillogó szemű ovisok, akik még játékukkal is megörvendeztették az elöljárókat, az Arany János általános iskolában pedig 72 gyerek örült a csomagoknak és a Mikulásnak, akik szintén produkcióval készültek. Ott az igazgató helyettes Tukacs Piroska fogadta a vendégeket, és mondott köszönetet a helyi közösség tanácselnökének és az új cég nagyszerű kezdeményezésének. Az idén is meg tudtuk látni a gyermekeket Mikulás alkalmában gyönyörű szép ajándékokkal, köszönve az oromi helyi közösségnek és a Borderline Völgyesi Kft.-nek, melynek igazgatója Perpauer Martin úr. Biztosan nagyon fognak örülni a gyerekek, hogy a Mikulás puttonya ilyen szép ajándékokkal telt meg ebben az évben is. 72 diák jár az oromi iskolába. Milyen programokkal készülnek most az ünnepek közelettével? Nagyon sok szép programmal. Lucát is várjuk majd az iskolában, valamint a fél év záró műsorra is készülünk, ahova a szülőket, nagyszülőket is szeretettel várjuk, valamint a helyi közösséggel együttműködve az utolsó adventi gyertyagyújtásra is készülünk kis műsorral. Ó, kedves jó Mikulás, mindig az eszembe jársz, mit hozol a zsákodban, ablakomban várnak ma? Nem leskelődök utánad, kint hagyom a csizmámat, törzs meg sok jóval, almával, lióval, hozzál ajándékot, sok tarka játékot. Nagy volt a készülődés a Martonosi tűzoltó laktanya körül kedd délután. A helyi tűzoltók feldíszítették fényekkel a tűzoltókamiont, és azzal vitték ki a gyerekeknek az ajándékokat.
Tavaly évben már terveztük azt, hogy a Mikulás a tűzoltókkal együtt el fog menni a tűzoltó gyerekekhez, de az idénre sikerült csak sajnos összeszerveznünk. Nagyon nagy segítségünkre volt ebben Zsinka Andrea óvónéni, aki összeszedte a gyerekcsapatokat, van összesen 26 gyerekünk, fiúk és kislányok, akikkel részt vettünk már az idei tűzoltóversenyen, és mind a két csapatunk első helyezést ért el. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és szeretnénk őket megörvendeztetni azzal, hogy a tűzoltó Mikulás meglátogatja őket. Vasárnap feldíszítettük az autónkat az világítós fénysorokkal, és mint a háttérben is látható, egész jól néz ki, aztán sötétben biztos még jobbat fog mutatni. Minden gyerekhez elmegyünk házról házra, és kis ajándékot fog kapni mindenki. Egy németországi tűzoltó bajtársunktól kaptunk csoki csomagokat, amiket szét fogunk osztani közöttük. 1891 óta dolgozik a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Megszakítás nélkül még a világháborúk alkalmával sem szakadt meg a Tűzoltó Egyesületnek a munkája, és azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon, ezért sokat foglalkozunk a fiatalokkal, hogy maradjon utánpótlás, aki majd átveszi tőlünk az egyesületnek a vezetését. Tehát mint minden faluban nyilván vannak tűzesetek, és mint minden faluban indokolt az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a megléte és részvétele, ugyanúgy van ez nálunk is, az idén 10 darab tűzesetünk volt, bár igaz, dicsekedhetünk azzal is, hogy voltak olyan éveink, amikor egyetlen egy tűzeset sem volt, ez köszönhető a jó prevenciónak, mert foglalkozunk a lakosság oktatásával is, és a gyerekeknek az oktatásával, hogy minél jobban meg tudjuk előzni a tüzet. A regionális kreatív műhely szervezésében december 10-én, szombaton este 19 órától a Művészetek Háza kis színpadán muzsikál a jól ismert Dress Quartet. A fiatal nagybőgőssel és dobossal megújult zenekar ebben a felállásban először jár Vajdaságban. Az állandó tagokhoz, Dress Mihályhoz és Lukács Miklós cimbalmoshoz korábban már volt szerencséje az itteni közönségnek. A repertoárjukban Dress Mihály saját zenéi szerepelnek majd, hallhatóak, amelyek a magyar népzenén alapulnak, és a jazz nyomelemeit is érintik. A szombatesti koncertre a belépés díjtalan, de helyfoglalás ajánlott. A 024-4879-200-as telefonszámon, vagy pedig e-mailben az rka@sks.co.rs címen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Opština Kanjiža će za ovu školsku godinu iz budžeta izdvojiti sredstva za stipendiranje 15 studenata. Ugovore sa studentima je u subotu 3. decembra potpisao predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer. Iznos stipendije u odnosu na prethodnu školsku godinu povećen sa 9.500 na 12.000 dinara. Pored potpisivanja ugovora sa stipendistima, prvi put su uručene zahvalnice institucijama i preduzećima koji su partneri lokalne samouprave za obavljanje obavezne dvonedeljne prakse studenata. Jako je važno opštini Kanjiža da imamo nove mlade stručnjake na teritoriju opštine Kanjiža. Jako je veliki odliv naših stručnjaka u inostranstvo i mora da da nekakvu podršku i lokalna samouprava da bi probamo malo više da ih zadržimo ovde na našoj teritoriji. Naravno, pošto mi nemamo fakultet, nemamo takvu vrstu institucija, mi samo preko stipendije možemo ih animirati i ove godine smo se odlučili da sa iznosa od 9.500 dinara podižemo stipendiju na 12.000 dinara. Možda i tako imat ćemo sreću i probat ćemo ih zadržati ovde posle studentskih godina i naravno nastavljamo taj program gde oni moraju u neku instituciju ili preduzeće da odu na
praksu svakog leta, pa onda opet malo da se dovežu kanjiže ovog društva, ove zajednice, jer naravno jako je teško vratiti se iz velikog grada gde oni pohađaju fakultet, da li je to Novi Sad, Beograd ili pak Subotica, ako nemaju nikakvu vezu, nemaju nikakve prijatelje, kontakte, ništa. U tome ja sam jako zahvalan da naše institucije i preduzeća su izlazili u susret i primaju ove studente na letnju praksu, a lokalna samouprava i dalje će nastaviti da traži te studente koji žele ovde da uče, žele ovde u Srbiji da nastavljaju svoj rad, svoj učenički staž i posle toga nadam se da će opština Kanjiža biti prihvatljiva i privlačna za njih kad traže svoj posao i razmišljaju o tome gde da žive dugoročno. Obavezna dvonedeljna stručna praksa je važna za studente da bi stekli iskustva šta i kako se radi u struci za koju školuju, ali i mogućnost da po završetku studija nađu posao. Takvo iskustvo predočila je i Nora Njari. Obostrano pozitivna iskustva u saradnji sa lokalnom samoupravom i obavljanju obavezne studentske prakse istakla je i Otilija Jakab u ime apotekarske ustanove Neofarm, koja je prvom polazniku studentske stručne prakse pružila mogućnost stalnog zaposlenja. U Zrenjaninu sam upisao tehnički fakultet Mihajlo Pupin i studiram na smeru informacione tehnologije. Što se tiče ove stipendije, ja mislim da je to, ajde da kažem, jedna dobra stimulacija, ne samo za mene, već za sve studente koji pohađaju fakultet i nisu u mogućnosti da uporedo sa fakultetom obavljaju neki, da kažemo, stalan posao. Tako da je ovo jedna dobra stimulacija kako bi studenti mogli malo da se odvoje od roditelja i da skinu jedan, da kažemo, deo tereta što se oslanja na roditelje kada deca upisuju ili mladi ljudi upisuju fakultet. Da li si imao priliku da odradiš neku studentsku praksu? Da, to je, da kažemo, i u obavezi smo da obavljamo studentsku praksu kada potpišemo ovu stipendiju i tu su u zavisnosti od našeg smera na studijama postoje različite mogućnosti koje možemo da obavljamo. Ja sam lično imao mogućnost da obavljam studentsku praksu u opštini Kanjiža u informacionom sektoru i moram da priznam da su to jedni pozitivni utisci, pored toga što mogu da upoznam ljude koji ovde rade, imam mogućnost da se upoznam i sa poslom, jeli pored fakulteta gde učimo teoriju, da se i u praksi upoznamo sa svim obavezama, da kažemo, našeg smera. Tako da to je jedno jako lepo iskustvo i mislim da osim toga što imam mogućnost da se upoznamo sa poslom, daje nam dodatno samopouzdanje u potrazi sa samim poslom nakon završetka fakulteta. Pored studija, ti si vrhunski sportista, rvač, šampion, već i u seniorskoj konkurenciji, mogu li studije i vrhunski sport zajedno? Najprije hvala na ovim lijepim rečima i pohvalama. Naravno da može, naravno da može. Nije toliko lako koliko se čini, dakle, ići na fakultet, pored toga se baviti sa jednim malo višim nivom sporta, jer treba da se uskladi i učenje, ali ako je čovjek dovoljno motivisan i ima želju da nešto postigne, mislim da je stvarno pitanje samo kako će on to da reši. Tako da u svakom smislu je moguće i želim sve studente da zapravo motivišem, da me gledaju kao jedan primjer da je sve moguće postići ukoliko se dovoljno dobro trudimo. Povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom, predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer je posjetio Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. Centar tokom cele godine uspešno na zavidnom nivou radi sa hendikepiranim osobama, ima svesrdnu podršku lokalne samouprave opštine Kanjiža, a nedavno je kao glavni partner završio i realizaciju svog drugog projekta u okviru IPA Interreg programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u sufinansiranje sredstvima Evropske unije. Naziv projekta je bio Unutar kruga diverzitet i integracija. Skraćeno naziv je bio In Circle.
Ukupan budžet projekta je bio 146.000 eura, a od toga iznos iz Evropske unije je 126.000 eura. Vodeći partner je bio Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. A naš partner je bio Sivarvanj, neprofitno udruženje za autizam iz Segedina. Glavni cilj projekta je bio da pomogne osobama sa smanjenim radnim sposobnostima u uspešnom i dugoročnom učešću na otvorenom tržištu rada. Projekat je to ostvario uz pomoć obuke, edukacije, poslovnih konferencija, foruma i uspostavljena web shopa. Centar je ovaj projekat završio sa svim pohvalama jer je ocenjen kao jedan od projekata najbolje prakse u okviru IPA Interreg programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Direktor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža Čaba Tolnaj ističe da je realizacija projekta doprinela da se poboljšaju uslovi za rad. Naš IPA projekat, koji je po redom drugi od 2018. godine, mnogo je doprinelo našoj ustanovi. Ukupno 4 radionica počela sa radom, to jest radno mesto, zaštićeno radno mesto u Horgošu, jedno radno mesto i 3 radno mesta ovde u Kanjiži. A pored toga uspeli smo puno materijala da sakupimo koji su nam bili potrebni i pored toga još jedan kontejner se nalazi sad već u našem dvorištu, to je soba za farbanje raznih grčanskih proizvoda, što naši korisnici, u stvari što prošle godine osobe sa invaliditetom, to je sa smanjenim sposobnostima za rad, uspeli da proizvede u radionicama. U našim radionicama grenčarske proizvodnje. U Horgošu je također bilo ulaganja. Jeste, i u Horgošu je bilo ulaganja. U ulici Železnička 3 postoji naša zgrada, jedna dosta prostrana velika zgrada. Ispod te zgrade se nalazi jedan podrum, ukupno 90 kvadratnih metara. Obnovljen je taj podrum, elektroinstalacija i grejanje, odvodnjavanje urađeno i u taj podrum u buduće gajit ćemo pečurke. Još nismo počeli sa gajanjem tog proizvoda zato što ne samo nas nego sve naše ustanove širom Srbije ova ekonomska kriza sustigla i tek sljedeće godine, znači naredne godine, ćemo ulagati u to. Koliko osoba sa invaliditetom se angažuje u radu kroz aktivnosti centra? Naš projekat angažovao ukupno 20 osoba sa invaliditetom, to je sa smanjenim sposobnostima za rad. Od tih 20 osoba dvoje su našli, u stvari dvoje su se zaposlili, po mom znanju. Oni su dobili ugovor na određeno vreme, ali naši korisnici, koji su neki od naših korisnika koji su više aktivni, i njih možemo smatrati osobama sa smanjenim radnim sposobnostima i oni sve vreme vrše razne poslove u našim radionicama, a te proizvode što oni proizvodu kasnije na raznim manifestacijama mi prodajemo, poklonimo i tako dođe do novčanog dobitka. Lokalna samouprava opštine Kanjiža prepoznaje potrebe osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u zajednicu kroz razne vidove zbrinjavanja, aktivnosti i radno angažovanje. Za rad Centra za pružanje usluga socijalne zaštite i civilnih organizacija godišnje se izdvaja skoro 20 miliona dinara. Ja mislim da lokalna samouprava opštine Kanjiža već dugo niz godina finansira sa jedne strane ovu instituciju koja je vlasništvo lokalne samouprave i koja se bavi
sa, ne samo sa decom, nego i sa odraslima koji imaju te posebne potrebe. A sa druge strane, finansiramo rad i aktivnost civilnih organizacija koji isto rade na ovom polju. Otprilike svake godine, pored naše institucije, ovo finansiranje dođe skoro do 20 miliona dinara. To je dosta veliki budžet od koga i naša institucija i civilne organizacije mogu da rade takve aktivnosti koji su već sa sinkronom, ajde da kažem, sa međunarodnim standardima i u tome pomaže njima to da mogu da učestvuju u međunarodnim projektima najčešće sa mađarskim organizacijama ili mađarskim institucijama koji iste poslove rade i ta saradnja najčešće ide ili preko IPA projekata koju je i ova institucija, ako dobro znam, onda dobila i dve u proteklih nekoliko godina, a sa druge strane naravno ima i direktne saradnje sa ovim organizacijama iz Mađarske, gde pomaže lokalna samouprava u finansiranju tih susreta, u finansiranju toga da što više iskustva dobiju naše institucije, kako ovo funkcioniše u Europskoj uniji, jer bukvalno Mađarska je u Europskoj uniji, i koje su te standarde koji oni treba da obezbeđuju onim ljudima kojima se oni bave. Pored toga imamo i primere radnog angažovanja osoba sa umanjenim radnim sposobnostima kroz javne radove ili angažovanja u drugim institucijama. Imamo jako dobra iskustva i jako dobre primere kako to rade ove naše organizacije i institucije, kako uključuju ove ljude u rad, jer jednostavno i oni tada vide ili osjećaju da su korisni u društvu i zato je mnogo projekata izrađeno baš vezano za dodatnu rad u tom smislu da imaju takve radionice koje su baš namenjene za rad sa ovim ljudima i iz tih radionica imaju takve rezultate koje mogu da budu i na tržištu vidljive. Najčešće rade za naše manifestacije, neke poklone, male poklone, ali naravno oni mogu da izađu i na tržište sa ovim delatnostima. Ja se jako radujem da ima otvorenosti i kod stručnih osoba, da se pored svakodnevnog aktivnosti, pored svakodnevnog angažovanja bave se i sa ovim, ajde kažem, tržišnom delatnostima, a sa druge strane, jako je dobro da oni ljudi koji su ovde, oni žele da učestvuju u ovom radu i žele da stvore nešto što je vidljivo za ostale slojeve društva. Gradski trg na glavnoj ulici u Kanjiži bio je epicentar tradicionalnog adventskog vašara koji je priređen 2. i 3. decembra sa bogatim raznovrsnim programom u organizaciji lokalne samouprave opštine Kanjiža. Najmlađi, ali i svi posetioci koji su u velikom broju došli na gradski trg, uživali su u lutkarskim predstavama, prazničnom programu učenika i koncertu. 12. put održala je i trka Deda Mrazova, a u petak uveče svoju veštinu prikazali su žongleri vatre. Kanjiški božićni kviz zainteresovao je više od 20 ekipa za koje su osmišljeni zanimljivi zadaci. Kako je bilo interesovanje i šta su sve učesnici morali da savladaju od pitanja? Prošle godine smo prvi put organizovali Kanjiški božićni kviz za decu i jako im se sviđa. Znači, ove godine smo morali da organizujemo još jedno. Radi se o tome da ih čekamo da prošetaju gradom, da obilaze grad i da pronađu razne stanice gde ih čekaju razna pitanja, u stvari moraju da odgovaraju ili da pronađu rešenje negde na tom lokalu, na tom lokalitetu i onda da se vrate u vašar i naravno mogu i da dobiju nagradu. Kakve su nagrade bile?
Nagrade su vaučeri iz razne prodavnice u gradu. Na koji način se još obrazovno-kulturna ustanova KNES-a uključila u adventski program adventskog vašara? Uvek rado učestvujemo u organizovanju razne manifestacije lokalne samouprave. Ovde u Vašaru u subotu nastupaju i mladi recitatori naše recitatorske sekcije i vrlo su zadovoljni što su ovde i jako nam je lepo i jako nam je dobro da imamo i ove recitatorske sekcije. Izazov za decu bile su igre spretnosti vilenjaka adventa. U zagrijanom šatoru zainteresovali su ih i priče koje je pričala baka, bilo je i muzičkog programa. Članovi omladinskog dramskog kruga OZA su izveli predstavu San tri kralja, a program je zaokružen vitlejemskim igrama. U okićenim kućicama primamljiva je bila ponuda na prazničnom vašaru od rukotvorina do poslastica i kuvanog vina. Tam je malo božitni dekoracija, jelko i sve malo sruce od nastupa, tujke, anđeli, sve dekoracija koji malo boje, osjeća i lepo spremanje za božitni vreme i za praznike. To patujke prodajemo i jelku dekoracija koji može malo spremaju u duho. Koliko je zahtevno pravljenje ovih patuljaka i ukrasa? Više i više. Sa ljudi osjećaju i ljudi želu da malo lepše stvari da kupuju. To za dekoracije za duše, to spremanje i to nema vrednost, to za struce treba da kupi. I sretno da sve više i više želi da kupi ljudi i tako. Prvenstveno uključili smo se zbog lokacija, pošto se adventski vašar ovdje u gradskom trgu, gde se i mi nalazimo, kancelarija, odnosno turistički informacioni centar, i za ovog razloga mi obezbeđujemo mesto za radionicu rukotvorina za decu, gde će danas, znači u subotu, imati priliku da prave male jelkice, što će njima ukrasiti Božić i ove praznike. Turistički značaj ove manifestacije je da se prikažu običaji naši, pošto se približimo praznicima, tu su nam i naravno i vaša rukotvorina gde možemo kupiti sve ono što će nam biti potrebno za predstojeće praznike. Festival dečije pozorišne scene 17. put održan je u Horgošu, gde su mali glumci, učenici osnovnih škola iz Kanjiške opštine i okoline, prikazali 10 predstava. Domaćin i organizator je bila osnovna škola Karolina Karas. Festival je održan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propisu upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i Doma kulture u Horgošu. Imam sreće da sam tu od prvih dana, što kaže, evo, 17. godinu. Nije nas ni COVID sprečio u održavanju festivala, tako da se radujemo da i ove godine da smo uspeli ovaj festival uz pomoć, naravno, pokrajinskog sekretarijata koji je dugo godina, znači od početka nam je pokrovitelj, pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Takođe, naravno, imamo podršku i od Kanjiške knese, u stvari od Doma kulture Horgoš. Tu bih izdvojio Noru Šoš Noru, koja nam jako puno pomaže, koja je organizator ovih manifestacija. I u prvom redu pohvalio bi organizaciju, znači organizacioni odbor. Znači tu su nastavnici naše škole koji zdušno podržavaju, znači, ovaj festival i zdušno pomažu ovim ekipama da se osjećaju lepo ovdje u Horgošu kod nas. Koliko ovog festivala predstava? Imamo 10 predstava. Predstava su došle iz škole iz Moravice, iz Stare Moravice, iz Trešnjevca. Došla nam je škola iz Martonoše prvi put ove godine, Malih pijaca, Horgoša, i sa Palici, izvinjavam se, skoro sam zaboravio. Znači, oni nam drugi put dolaze, bili su i prošle godine. Tako da imamo više od 100, oko 120 dece je uključeno i ja se radujem, eto, da oni imaju priliku da se prvi put pokažu na sceni, da budu učesnici, znači, jedne značajne priredbe i gde će se uspeti, znači, njihove sposobnosti glume,
izražavanja verbalnog i tako dalje, da to je najvažnije. Znači, to nam je cilj, a cilj nam je naravno da i ostala deca i učenici uživaju i da mogu da od malih nogu pozorišnu kulturu razvijaju onako kako bi mi to nastavnici i roditelji voleli. Stručni žiri prati glumačka ostvarenja ovih malih glumaca i sigurno će najbolje dobiti nagrade. Da, stručni žiri je kao i svake godine, imamo tri ovaj, profesionalna glumca, dve glumice, jedna glumac iz Subotice. Tako da oni su ovaj, oni odlučuju na kraju i daju stručne komentare kako deci, tako i nastavnicima, kako bi neka iskustva mogli da podeli i da iduće godine budu te predstave još kvalitetnije i još bolje. Glumačka ekipa dramske sekcije učenika osnovne škole Karolina Karas iz Horgoša za ovu priliku predstavu Stop nasilju u školi pripremila je sa nastavnicom srpskog jezika i književnosti Anom Danilović-Vad. Ideja je potekla od samih učenika, a uključeni su učenici sa kojima se vrši pojačan vaspitno-disciplinski rad. Tema je veoma aktuelna upravo zbog slučajeva vršnjačkog nasilja kojih je u poslednje vreme bilo u školama u Srbiji. U početku je bila zamisao da prikažemo jedan školski čas, ali povodom svega što se desilo poslednjih mesec dana u Srbiji u školama, nekako smo se ograničili samo na vršnjačko nasilje. Koliko tog vršnjačkog nasilja ima i da li ga ima u Horgoškoj školi? Ima, nažalost, ali trudimo se da ga suzbijemo i preventiramo i vidite i na ovaj način, kroz dramsku sekciju i kroz dramske komade, čiji su scenario pisali učenici, pokušavamo da to sprečimo i da uradimo sve da do toga ni ne dođe. Kako su se deca pokazala u angažmanu na ovoj predstavi? Pa kao što sam rekla, ideja je bila njihova. Oni su pisali scenario, ja sam samo davala smernice i vidjet ćete i pouku na kraju predstave. I šta, kakva je pouka, šta poručiti i deci i roditeljima u ovoj situaciji, a i prosvetnim radnicima? Da prevashodno činimo sve da do nasilja ne dođe, ali sve polazi iz porodice. Svih 10 glumačkih ekipa dobilo je prigodne poklone, a prema oceni stručnog žirija nagrađene su najuspešnije predstave i pojedinci. U konkurenciji nižih razreda nagrada je pripala učenicima izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Martonoša za lutkarsku predstavu pod vođstvom Edine Farkaš. Kod učenika viših razreda najbolja je predstava učenika iz Horgoške škole nastavnice Hajnalke Harmat. Za najbolje uloge nagrade su dobili Jasmin Kovač iz Malih Pijaca, Reka Ševarac iz Stare Moravice i Atila Kesegi iz Palića. Za najbolju scensku koreografiju nagrađena je ekipa Horgoške škole pod vođstvom učiteljice Silvije Nikičić. Za najbolju scensku sliku dobila je nagradu glumačka ekipa nižih razreda učiteljice Edit Ožvar, a kao najuigranija je nagrađena ekipa osnovne škole Miroslav Antić sa Palića. Svečani program Sa nama je okrugao svet povodom 3. decembra, Svetskog dana osoba sa invaliditetom, u Domu umetnosti u Kanjiži organizovali su Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, Udruženje S tobom za njih i Fondacija Krila. Učesnicima programa i posetiocima koji su ispunili veliku salu Doma umetnosti, dobrodošlicu su poželjeli direktor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, Čaba Tolnaj, i predsjednik udruženja S tobom za njih, Jožef Varga. Za razliku od prošle godine, kada je program upriličen virtuelno zbog pandemije izazvane koronavirusom, ovaj je bio neposredan uživo, a potvrdilo se i ovog puta da su neposredni lični susreti ono pravo. Pa jako puno, znači to nama je već 16. put da ovako susrećemo sa osobama sa invaliditetom.
treba obratiti pažnju i njima, isto kao običnim građanima, moramo primijetiti i ove osobe koji su ometene u razvoju. Moramo im pružiti podršku u svakodnevnom životu. Jeste, moramo. U centru svaki dan imamo radionice i oni dolaze sa kombijem, imamo naš prevozno sredstvo i dolaze svaki dan, jedan dan sa pravca Oroma, drugi dan sa pravca Martonoša i u petak iz Horuša dolaze na različite delatnosti rada, imamo grnčarsku radionicu, imamo papirnu radionicu, pa za šivenje isto tako, tako da imaju stvarno svaki dan neki zadatak i osjećaju se tako kao što treba da se osjećaju. Koliko je osoba obuhvaćena ovim aktivnostima kroz rad udruženja i centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža? Pa ja mislim da oko 72 osoba je prisutan kod nas, a ne svakodnevno. Svakodnevno oko 25 osoba je prisutan koji učestvuju u radu. To puno znači i porodicama, a i za socijalizaciju osoba sa invaliditetom. Puno znači zato što njihovi roditelji može da se zaposle, može da rade, može da obavljaju svoje privatne zadatke, a oni ovde kod nas, kod kuće, isto svaki dan rade ono što im ne da se sviđa, nego ono što je podeljeno za njih. I ono što mogu da urade. Mogu da urade, jeste. Prema već svojim sposobnostima, jeste, i jeste. Njihovih mentora, instruktora. Jeste, imamo stručni kadar, imamo psihologa, imamo stručni kadar, kompletno ono što je potrebno za njih. To imamo stvarno, imamo licencu, tako da oni stvarno u dobrim rukama i jako se dobro osjećaju kod nas. Moto manifestacije je Uzleti visoko, a u programu su učestvovali učenici specijalnih odeljenja osnovnih škola iz Kanjiže i Horgoša, članovi omladinskog dramskog kruga OZA, korisnici dnevnog boravka Barke i narodni pevači iz Adorjana. Zahvaljujući akciji mesne zajednice Orom i preduzeća Bor Doline, DOO iz Dolina, deca iz vrtića Liliput i izdvojenog odeljenja osnovne škole Aran Janoš u Oromu obradovana su paketićima povodom katoličkog praznika Mikulaša. Poklone u vrtiću za 26 mališana uručili su direktor preduzeća Bor Doline Martin Perpauer i predsjednik Saveta mesne zajednice Orom Oliver Erdelji. Ovaj dan je doček Mikulaša, za dete to je jedna najvažnija stvar u decembru. Ove godine prvi put smo došli da poklonimo dece, malo paketić smo pripremili, to zajedno sa firmom Borderline DO iz Doline i mesna zajednica iz Oroma. Mi smo sponzori Borderline i mesna zajednica Orom je sponzor, oni su sponzori. Šta mesna zajednica Orom inače čini u svom radu da bi deca u Oromu i na području mesne zajednice živela i odrastala u jednom lepom ambijentu? Pa mesna zajednica Orom je, trudimo se da okolina to što više održavamo i da bude onako kako i treba, i naravno i ove mogućnosti gledamo da što više damo i od najmlađih do najstarije građanima Oroma. Mališani u dečijem vrtiću Liliput su razdragano preuzeli poklon paketiće, a u njihovo ime zahvalila je vaspitačica Magdolna Bata. Prigodna svečanost priređena je
U izdvojenom odeljenju škole Aran Janoš u Oromu, gde je Mikuloš imao pune ruke posla da podeli paketiće, a za uzvrat osnovci su recitovali prigodne pesmice. Vrlo se radujemo da i ove godine možemo podeliti poklone za 72 đaka povodom Mikulaša. Zahvaljujemo donatorima Borderline iz Dolina i našoj mesnoj zajednici koji su pomogli da dobiju deca puno lepih poklona. Povodom Mikulaša, dobrovoljno vatrogasno društvo u Martonošu je priredilo radost članovima vatrogasnog podmlatka. Mikulaš i vatrogasci su okićeni vatrogasnim kolima u utorak predveče prošli ulicama Martonoša i uručili poklone za 26 najmlađih članova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Martonoš baštini tradiciju od 1891. godine, a ovakva akcija je priređena prvi put. Poklone za članove obezbedili su donacijom vatrogasac iz Kanjiže Zoltan Nađ, Fanki, sada živi i radi u Nemačkoj, i dobrovoljno vatrogasno društvo iz Ostojićeva. Već prošle godine smo planirali da odradimo ovu akciju u Mikulaš i vatrogasci i tek ove godine smo uspeli da sazivamo društvo i članove društva. Tako da u nedelju smo okitili vatrogasni kamion sa svojim svećicama i sad ćemo da krenemo u akciju. Imamo, hvala Bogu, 26 mladih vatrogasaca od 6 do 12 godina, tako da ćemo otići kod njih, znači kod svakoga do kuće, pa će doći vatrogasac Mikulaš kod njih. Znači ima dosta vatrogasnog podmlatka ovde u Martonošu. Da, zahvaljujući Andreji Žink koja je tu radi u vaspitačica u vrtiću i ona baš dosta angažovala da nam pokupi mlade i uspeli smo već ove godine da dovedemo na vatrogasno takmičenje. Imali smo ekipu devojaka i dečaka gde su osvojili prvo mesto i jedna i druga ekipa i eto sad došla ideja da ih malo obredujemo i da ih pokušavamo da održimo kao vatrogasce. Dobrovoljno vatrogasno društvo Martonoš ima već dugu tradiciju, znači taj kontinuitet u radu se održava, a i ima ko da nastavi da bude vatrogasac. Tako je, znači dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je 1891. godine, tako da smo 135-6 godina stari i eto radimo bez prekida i čak za svjetskih ratova nije prestala rad dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uvek se bavimo sa omladinom, tako da imamo ko nastavi ovu našu tradiciju. Kakva je potreba? Imali požara, imali rada na preventivi? Imali smo ove godine baš dosta požara, oko 10, baš dosta, pošto dešava da ni nemamo požara nekoliko godina i to znači da je preventiva dobro funkcioniše. Radimo na edukaciju stanovništva i na edukaciju dece i verovatno ljudi pripaze da ne izazove požar. Judo klub Partizan Kot iz Kanjiže bio je u subotu 3. decembra organizator tradicionalnog Mikulaš kupa. U sali Vojvođanske rvačke akademije na okupu je bilo oko 170 judoka najmlađeg uzrasta iz naše zemlje, Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Zajednički trening i takmičenje na Mikulaš kupu je sa ciljem da se okupi što više dece da se bave sportom. Mikulaš kup već, mogu da vam kažem da je skoro 25 godina to radimo, međutim ovo je već sasvim drugačije. Kup Mikulaša, to je zajednički trening i prihvatamo te dece, u stvari obuhvata dece koji nemaju zvanično takmičenje i onda da malo da naviknu na tu kao borba, to je zajednički trening, znači ko hoće da radi dole na kolinama, radi na kolinama, ko hoće stojeći, tako da tu su treneri pored njih,
tako da i na kraju svi dobiju medalju, istu medalju, znači tu razliku nema. Svi su pobjednici, svi koji su tu, koji treniraju danas, svi su oni pobjednici. Imali smo Mikulaša, došao Mikulaš da nas posjeti. To je nama cilj da što više djeca da povučemo na Strunjaču, da ne na ulici ili ispred televizora, da prođe vrijeme. Ono što je najbitnije, što mi je veoma drago da se to održava kod nas u našoj Kanjiži, ovo je idealno mesto gde mogu deca da se okupe i da kažemo ova Ravačka akademija zaista pruža sve uslove za ovakav jedan vid manifestacije. Znate kako, ovo je za uzrast dece, to su većinom mlađe uzrasne kategorije i ono što je bitno, ovde se stiču iskustva. Da kažem, ovo je na principu sportske manifestacije gde imamo kombinaciju treninga i takmičenja. Tako da neko ko je početnik, neko ko se po prvi put susreće sa džudom, ovo mu je idealna prilika da osjeti džudo i naravno da napreduje. Najmlađe džudiste je obrazovao Mikulaš. U ulozi Mikulaša bio je Imre Konc iz Kanjiže, koji se uvek rado odaziva pozivu organizatora Mikulaš Kupa, a decu je obrazovao bombonama. Kako je biti Mikulaš u ovakvom društvu? Najvažnije je decu da baviš sportom, da ne šta ja znam u ulicu luta, ili to je jako drago i za mene da toliko deca su došli danas na ovoj malo svečanost, da družimo zajedno. I ja mislim da i iduće godine isto ćemo praviti nešto da bude malo svečane i ovaj Mikulaš dan. Šta Mikulaš je ponudio o malim sportistima, džudistima? Bombone smo podelili zato što ima više godine radika, pa nismo znali da kome šta da damo, ali bombone, ja mislim da svaki dece vole. Fudbalerke TSC iz Kanjiže u 11. kolu Super lige Srbije poražene su od Spartaka i Subotice 9:0. U nešto oslabljenom sastavu ekipa TSC-a je u prvom delu utakmice pružila bolju igru kada su Subotičanke povele 2:0, a u drugom delu do izražaja je došla igra kvalitetnijeg sastava višestruki šampionki Subotice koje su napunile mrežu Kanjižanki. Ovo je bila posljednja utakmica jesenjeg dela prvenstva koju je ekipa TSC-a na tabeli završava na 5. mestu sa učinkom od 14 bodova. U ovom delu prvenstva Kanjižanke su zabeležile 4 pobjede, 2 remija i 5 poraza, ali trener Fanđo Vajda očekuje da će ekipa u prolećnom delu prvenstva uspjeti da se plasira u play-off. Razlika u kvalitetu se vidi, ali moram da kažem da smo mi odlično odigrali prvo poluvreme. Iako smo dosta oslabljeni danas, iz podmlatka u 17 su bili devojčice koji su igrali danas za nas, za prvi tim. Tako da ništa novo, Spartak je novo kvalitetnija ekipa od nas i zasluženo su pobedili sa visokim rezultatom. Evo ovaj deo prvenstva, 11 kola odigrano, neka četvrta pozicija tu je? Pa četvrta, peta, ovo nam je najslabije što se tiče bodovno od kako smo u Superligi, ali sad imamo i najrealnije šanse da uđemo u play-off. Tu ćemo se boriti sa Vojvodinom na proleće, oni dolaze kod nas, tako da imamo dosta dobar raspored za proleće i nadamo se da ćemo ove godine taj plan što smo iscrtali da odradimo. Evo sledi pauza jedna. Pa pauza još ne, imamo dva turnira, idemo u Crnu Goru, svake godine imamo tamo jedan veliki turnir, posle idemo u Sekeš Fehervar i tek posle 20. je pauza.